Áradások pusztítanak a világ több pontján, Oroszországban és Kazahsztánban még mindig rengeteg településen áll a víz. Kína délkeleti részén is ítéletidő tombol, az árvizek és a földcsuszamlások miatt 4-en meghaltak, 10 pedig eltűntek. Kenyában pedig már a 40-hez közelít az árvíz halálos áldozatainak száma. Csak nem 3 héttel a pusztító gátszakadás után még mindig egész lakónegyedek állnak víz alatt Nyugat-Kazasztánban. Az ország tartományainak több mint felében árvizet pusztítanak, számos településen pedig továbbra is csak csónakkal lehet közlekedni. Bár a legtöbb régióban már valamennyire stabilizálódott a helyzet, néhol még mindig gyűlik a víz oroszországi tározókból. Kazasztánban április 5-e óta tartanak az áradások, miután átszakadt az oroszországi Orszk város egyik duzzasztó gátja. Kedden a kormány bejelentette, hogy az árvízkárosultak újabb támogatásra lesznek jogosultak, a pénzből új bútorokat tudnak majd venni. Oroszországban az Urál környékén is súlyos a helyzet, bár Orenburgban a legsúlyosabban érintett településen már fokozatosan húzódik vissza a víz, rengeteg otthon még mindig víz alatt áll. Kirgizisztán ezért 350 tonnányi humanitárius segítséget küldött Orenburgba. A szállítmány 10 kamion juttatta el a városba. Kína délkeleti részén is áradások pusztítanak. A térséget napok óta heves esőzések sújtják. Kanton környékén több mint 100 000 embert kellett kitelepíteni a földcsuszamlások miatt. Azonban így sem sikerült elkerülni, hogy az ítéletidőnek halálos áldozatai legyenek. Számos településen akadozik a víz, valamint az áramszolgáltatás. A földcsuszamlások miatt rengeteg út és híd rongálódott meg. A meteorológiai szolgálat szerint a következő napokban enyhülés várható, de a hétvégén újból heves esőzésekre kell számítani. Kenyában is hetek óta pusztítanak viharok és áradások, sokakat a helyi Vöröskeresztnek kellett kimenekíteni az elárasztott otthonukból. A kelet-afrikai országban eddig több mint 10 000 kényszerültek elhagyni az otthonukat, a halálos áldozatok száma pedig egyre nő. Nagyon sok házat elárasztott a víz, többen csapdába estek, ezért is jöttünk képzett kutató és mentőcsapattal. Megpróbáljuk kiszabadítani a bentrekedt embereket, mondta a Vöröskereszt munkatársa. A kenyai meteorológiai szolgálat szerint a jövő héten további heves esőzések várhatók, az árvízveszély miatt pedig riasztást adtak ki. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy mindenki kerülje az elöntött területeket, és a felhőszakadások alatt senki ne üljön autóba. A térségben nem csak Kenya szenved azonban az áradásoktól, Tanzániában szintén többen meghaltak az ítéletidő miatt, de Szomáliában és Burundiban is rendszeresek az árvizek.